Éppen egyeztetés zajlik a partisegély szolgálatnál Győrben. Az elmúlt hónapok tapasztalatairól, a munka során felmerülő kérdésekről beszélgetnek a szakemberek. A partisegély szolgálat a városban több mint egy éves tartolt, az ötlet azonban Pécsről indult el, csak nem 16 éve. 2000-ben kezdődött Pécsen az Indítkoz Alapítvány támogatásával ez a parti szerviz típusú szolgáltatás, és ezt azóta mi bulisegélynek hívjuk. Gyakorlatilag a partizók védelme, illetve valahol a partizás, a biztonságos bulizásnak a népszerűsítése volt a cél, illetve nyilván az Indít közalapítvány az egy ilyen nagy integrált drogterápiás intézet, és annak egy eleme volt, egy megkereső szolgálata volt, és most is az a bulisegély szolgálat. Az Indítnál 2007 óta képeznek fiatal szakembereket pécsi központtal. Így jutottak el Győrbe is, ahol az eltelt másfél év során igazi sikertörténet bontakozott ki. Szerettünk volna mi is egy olyan szolgáltatást indítani, ami a fiatalok biztonságos szórakozását segíti elő. A városi kutatásból is tudjuk azt, hogy az éjszakai szórakozás az együtt járhat bizonyos szereknek a fogyasztásával, illetve történtek olyan konkrét események, ami alapján úgy éreztük, hogy nekünk, mint alacsony küszöbű szolgálatnak igenis van felelősségünk azzal kapcsolatban, hogy mi történik az éjszakában Győrben. A segítők 24 alkalommal több mint 500 fiatallal beszélgettek a szórakozóhelyeken, a biztonságos szórakozásról, magánéleti problémákról és a drogozás ártalmairól. Minden szórakozóhelyen van egy bázisunk, egy pultunk, ahova kipakoljuk az ártalomcsökkentő eszközeinket, magnéziumot, kálciumot, ásványvizet, ropit, szőlőcukrot, műzliszeletet és hasonlókat, és a szórakozók oda jöhetnek hozzánk érdeklődni, beszélgetni, vagy megnézhetik az információs kártyáinkat, illetve rosszul lét esetén is lehet tőlünk segítséget kérni, illetve hogyha mi észrevesszük, hogy valaki rosszul van a helyen, akkor oda megyünk, megkérdezzük, hogy jól van-e, hol vannak a barátai, megkeresik a kabátját, illetve szükség esetén értesítjük a mentőst. A program eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és a segítők továbbra is gőzerővel dolgoznak a biztonságos bulizás érdekében.